Ferenc pápa apostoli útja ma folytatódik. A Szentatya a reggeli órákban magánlátogatáson vesz részt a budapesti Boldog Battyány Stratmann László otthonban, majd 10 órakor a Rózsák terén nehéz sorsúakkal találkozik. Ezután a görögkatolikus egyház képviselői és a hívek fogadják. A Pap László sportarénában 16 óra 30 perckor kezdődik a rendezvény. Köszöntöm az M1 nézőit, jó reggelt kívánok, Lazabori vagyok. Tegnap igazán kellemes időben landolt Ferenc pápa repülőgépe a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, annak ellenére, hogy már egy meleg front közelített, ennek a meleg frontnak csak a felvonuló fátyol felhőzete jelent meg Budapest környékén, így tehát sok-sok napsütést élvezhetett, amikor landolt a gép. Köszönjük szépen Mickó Józsefnek ezt a csodás fotót, és önöket is biztatnám, hogy küldjenek hasonlóan szép képeket, időjárással kapcsolatos képeket a meteorfotókukac.mtva.hu e-mail címre. Nos, tegnap az esti órákban egy meleg front érkezett hozzánk, és nem sokkal később már a hideg frontja is átvonul a térségen, és gyakorlatilag ez a hideg front utol is éri a meleg frontot, vagyis okkludálódik éppen itt a Kárpát-medence felett. Ez pedig azt jelenti, hogy labilizálódik a légkör, vagyis egyre magasabbra törnek a gomoly felhők a délutáni órákban, és záporok, zivatarok is kialakulnak. A nap első felében viszont még inkább eső, illetve zápor lesz a meghatározó szórványos jelleggel, és sok lesz felettünk a felhő, majd fokozatosan, szépen lassan szakadozik, csökken a felhőzet. Több napsütést inkább a nyugaton élők élvezhetnek, ugyanakkor, ahogy említettem, itt tehát magasba törnek majd a gomoly felhők, és helyenként akár heves zivatarok is kipattalhatnak, legnagyobb eséllyel az észak-nyugat-Dunántúlon. A hőmérséklet csúcsértéke a délnyugati tájakon akár a 24 fokot is elérheti, ugyanakkor nagy lesz a kontraszt a délnyugati és észak-keleti vidékek között, hiszen láthatják, egészen északon néha mindössze 13-14 fok lesz a maximum. A szél pedig jelentősen nem csökkenti hőérzetünket, viszont zivatarok környezetében átmenetileg feltámadhat. Vasárnap több órás napsütésben bízhatunk, gomoly és fátyol felhők is lesznek az égen, és elszórtan számíthatunk majd, főként a nap második felében záporokra, néhol egy-egy zivatarra is, vagyis az ég is megdörrenhet. Hétfőn már ezzel sem kell számolnunk, május első napján igazán kellemes időben lesz részünk, 19 és 24 fok közötti csúcsértékekkel és sok-sok napsütéssel. Kedden ugyanakkor délnyugat-nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, egy újabb hideg front éri el a Kárpát-medencét, így sok felé szükség lesz az esernyőkre, és bizony láthatják, hogy a hőmérséklet is jó pár fokot visszaesik, de annyira nem esnek vissza a hőmérsékleti értékek, hogy az éjszakai órákban ismét faggyal kellene számolnunk. A Genfi Egyetem kutatói megtalálták a növényi magok belső hőmérőjét, amely késleltetheti, vagy akár meg is akadályozhatja a csírázást, ha a hőmérséklet túl magas a leendő palánta számára. A kísérlet során az elültetett mag körül hirtelen 28 fok fölé emelték a hőmérsékletet, és ez a magas hőmérsékletváltozás megállította a növekedést. Ez az alkalmazkodás hasonló ahhoz, amikor egy növényt egy másik beárnyékol, és addig nyújtózkodik, meghosszabbodik, amíg újra fénybe kerülhet. Ez nélkülözhetetlen a fotoszintézishez. Minden változást egy fényre és hőmérsékletre érzékeny fehérje, a fitokrom B észlel, amely kedvezőtlen helyzetben megfékezi a növények növekedését. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!